férfi kézilabda mérkőzés. Következik a levelén KK alkalmai vendége, a Tarján Eser csapata. Tisztelte, köszönjük a vendégeket, de is mutatnám őket, kettes számmal Sebessén Máté, hetes számmal Liszt Máté, négyes számmal Vizemenc Gábor, ötös Frank Balázs, hármas Schuster László, 11-es Fecska Máté, 12-es Felban Máté, 13-as Kis Gergő, 18-as Balogh Marcell, 10-es Szalai Adrián, 1-es Nagy Krisztián, 9-es Palati Imre, 16-os Karoli Sándor, 8-as Mercer Márton, csak az edzője Hajdó Tamás. Bemutatom a hazai csapatot 1-es számnak, ami van Horváth Máté, 16-os számmal Komendán Endre, 97-essel Blázsovics Norbert, 3-assal Zeider Valentin, 6-ossal Meitzinger Gergő, 7-essel Pilicsin Szülyán, 10-es Márkus Dániel, 11-es Bors Martin, 13-as Zeider Dániel, 15-ös Fülöp János, 18-as csapat kapitánya dr. Erős Péter, 19-es Kespis Robert, 23-assal egy ifjú apuka, Bajnóci Zsombol édesapja, Bajnóci Máté, szívből gratulálunk, és jó egészségért kívánok. 26-os számmal a 18. születésnapját ünneplő Ignác Krisztián, 33-as számmal Kis Benedek, 81-essel Konyhári Tibor, csapat edzője Port Tamás. Tiszteltek, köszöntöm a játékvezetőket, Kolodusz Zoltán és Lávari János pontásokat, a versenybíró Rózsa László. Mindenkinek jó szurkolást kívánok! Hajrá!
Főszerző 2-es számú játszósebesség Máté. Thank you.
szerző 13-as számmal játszó kis Gergő. Thank you.
Sőt, a mérkőzés után is lehet még, mert 20 órakor kezdődik majd a
megyei találkozónak, Áka Ajka 2 ellenfel a Simon Tornya csapata lesz. Köszönöm szépen! Hát,
közben még egy számmal játszott Zsugac Gábor. Kettő perces kiállítás kapott a válaszában játszó Schuster László. Thank you.
Le cuatro
És az előbb nem láttál, amikor neki ment a tarjáni? Thank you.
perces kiállítás között a hármas számmal játszott. És az előbb nem láttad, amikor neki ment a Tarjáni? Yes.
Köszönöm, Sebestyén Máté. Stop!
Yeah.
kiállítás volt a vendégcsapatból a 3-as számba játszó Schuster László. Thank you.
Dugós Marti.
Újszerző a kettes számba játszó Sebestyén Máté. Thank you.
Tamás, gratulálok egy győzelmetekhez. Egy elég gyors ellenféllel állhattunk szembe, és szép gyors kézilabdát láthatunk az első fél időben. Így van, ugye, hát ugye nem tudtuk, hogy most a Tarján milyen erőkből áll. Ugye ilyen két évvel ezelőtti emlékeink voltak, akkor is egy jó masszív csapat benyomását keltették, tehát azt jelenti, hogy ugye itt hazai meccsen azt hiszem 5-tel vagy 6-tal tudtuk őket megverni, idegenben meg döntetlent játszottunk velük, tehát mi ebből indultunk ki igazából. Hullámzó volt a játék, ez biztos, tehát voltak hibáink, voltak eladott labdáink, voltak úgymond zicserbe hibázott helyzeteink, amikor nem tudtuk megfogni a labdát zicserekbe, vagy eladott labdáink is voltak, tehát ez volt hiba bőven. Tehát így a hibákkal együtt azt gondolom, hogy ha nyertünk 12 góllal, akkor azért az nem rossz. Tehát a 22 kapott gól azért az a kapus teljesítmény, meg a védekezésnek a minőségét talán azt gondolom, hogy mutatja. Itt a végén azért megszórtak minket, tehát itt az utolsó 5-10 percben, inkább azt mondom, hogy 5, tehát az utolsó időkérésem utáni időszakban itt még ugye hát próbáltunk gyakorolni egy-két dolgot, nem biztos, hogy bejött, indultak belőle, belőtték, tehát ott tudtak hozzátenni a góljaikhoz, és így kaptunk 22-t, az nem rossz, tehát aztán akár 20 alatt is lehetett volna. Tehát ezzel a kapott gólszámmal, tehát azt mondom, hogy a bármelyik edző elégedett lehet, ugye, meg azt mondjuk, hogy mindig 25 felett kell lőni, az meg megvolt, tehát ugye lőttünk 34 gólt, az szép, tehát még talán gólkülönbségén is tudtunk egy kicsit kozmetikázni. De hát a különbségünk megengedte azt, hogy kipróbálják különböző dolgokat, hiszen magabiztosan vezettünk. Annak ellenére, hogy a második fél idő elején azért egy kicsit megszorongattak bennünket, de a játékvezetők egész jól meg tudták fogni azt, hogy tetlegességig fajuljon gyakorlatilag a játék. Igen, hát ott az első fél idő vége felé, amikor már sikerült elléptünk ugye 4-5 góllal, és ott látszott, hogy egy kicsit úgy módosult a játékuk magyarul, tehát nem biztos, hogy a labdára irányult minden mozdulat. Ugye ott főleg a beálló játéknál látszott, amit a Krisztián ellen, meg a Robi ellen elkövettek, ugye sokszor volt fejreütés, akkor támadásba nem egyszer visszakönyököltek, amikor a induló csellel átmentek valakinek, akkor még a könyöküket hátrahúzták. Hát ugye csapatfüggő, tehát mindenki próbál abból előny szerezni, amiben erős. Ugye tudtuk, hogy ez hasonlóan fog alakulni. Ugye hazai pályán ezt erősebben tudják előadni, tehát ott nem biztos, hogy a játékvezetők ezeket észreveszik, vagy észre akarják venni. Itt azt mondom, hogy korrektül megállították még talán azt gondolom, hogy időben a kicsit brutálisabb dolgokat, úgyhogy nem fajult el egyáltalán a dolog. Mi meg azért azt, aki ismer minket, azt tudja, hogy mi próbálunk a játékkal foglalkozni mérkőzésre mérkőzésre. Tehát, hogyha a játékvezető kézbe tartja, akkor semmi gond nincsen, tehát én sem szoktam szólni. Ha nem tartja kézbe, akkor biztos szólok, de most erre nem került soha Istennek, tehát azon kézben tartották. Nem mondom, hogy hibátlanul vezettek ők se, de hát ugye, most, hogyha mi hibátlanul játszanak, akkor kérhetnénk számon bármit. Tehát mi sem voltunk hibátlanok, tényleg mindenki azt gondolom, hogy tudott hozzátenni, akik bejöttek a pályára, akik csereként bejöttek, azok is tudtak gyakorolni, olyan játékot próbálunk játszani, ami őnekik fekszik, tehát itt, amikor cseréltünk itt a vége előtt negyed órával is, ugye, vagy 20 perccel följött a Martin, visszajött a Jani, akkor egy olyan játékot próbálunk, ami az ő javukra válik, meg is oldották, tehát volt belőle gól, tehát megvoltak a mozgások, tehát próbáltunk így át, nem azt, hogy átvenni mindent a mérkőzésen, az, hogy tűzbe legyünk, tehát mindenki tűzbe legyen, és a következő meccsek is ugyanígy fontosak lesznek, tehát ezekre a játékokra nem szabad elfelejteni. Volt egy időszak, amikor azt kellett mondani, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a kapusuk kivette a szemünket, és tulajdonképpen bármit dobtunk, ő azt megfogta. Ki ismerte a játékosaidat, vagy mi történt ott? Hát azért most ilyenkor azt mondom, hogy ugye volt előtte egy ifi meccs is, ott is lehetett látni. Tehát ugye a néző lát egy teljesítményt, meg persze én is, mint edző látok egy teljesítményt, meg azt is látjuk, hogy mi van mögötte, tehát hogy milyen háttér. Tehát az egy dolog, hogy a játékos elvégzik az edzésmunkát, lehet, hogy most az ifi meccsre visszagondolva előtte mondjuk az egyik srác nyelvvizsgáról jött, a másik máshonnan, tehát nem biztos, hogy annyira tiszták a fejek, mint mondjuk egy profi játékosnál. Ez ugyanez a felnőttben is előfordul, tehát most ezt nem akarom így részletezni, tehát az, hogy mondjuk kimarad egy-két zicser, mi lehet, hogy tudjuk, hogy mi van mögötte, lehet, hogy mondjuk egy úgymond éles meccsen, amikor nincs közte különbség, tehát 8-10, akkor nem biztos, hogy még az illető játékos, és most nem a mai meccsre gondolok név szerint, hogy nem biztos, hogy ha olyan állapotban van, akkor megkapja a bizalmat, most viszont belefért a mérkőzés lefolyásába, hogy mindenki kapja meg a bizalmat. Természetesen egy éles meccsen meg azok kapják meg a bizalmat, leginkább akiről tudja az ember, hogy képbe van és tiszta, és úgy készült a meccsre, mert bármi közbe jöhet. Tehát ez egy akár lehet magánéleti, vagy iskolai, vagy bármi. Mi azt gondolom, hogy ezzel együtt tudunk élni jelenleg, tehát azért talán a tabella mutatja is, ebből főzünk, amink van. Azt gondolom, hogy eddig jól megoldottuk, szeretnénk a hátralévő meccseken is ugyanígy jól megoldani.
Én nekem az az érzésem volt a mérkőzés alatt, hogy ilyen szép kézilabdát már régen láttam az ajkai fiúktól, tehát végre azt láttam, hogy játszik az ajka, és igen, pörgősen tudtuk mi is felvenni egy hasonlóan pörgős ellenféllel a versenyt, úgyhogy gratulálok nektek ehhez a mai teljesítményhez, tényleg szép volt, ezért érdemes kilátogatni ide kézilabda meccsekre. Köszönjük szépen, hát tényleg az volt a, ugye volt 3 hét szünet, tehát az ugye az, egy csapat akar valamit a bajnokságban, az nem jön jól általában, tehát az élmezőny csapatainak az általában 3 hét szünet nem jön jól. Most ugye ez nem vonatkozik az NB1-es utánpótlás csapatokra, mint a Veszprém, Füred, mert ugye ők ifi serlő meccseket játszanak folyamatosan, tehát ők játékban vannak, ugye nekünk meg kiesik 3 hét, ugye nekünk nehéz azt tartani, hogy ugyanabban a pörgős ritmusban, vagy esetleg még jobban tudjunk belőle tovább menni. Most azt gondolom, hogy ez a mérkőzés annyiban hasznos volt, hogy az ellenfél megfelelően kemény volt hozzá, ez egyik. Tehát azért kellett keményen fizikálisan dolgozni, támadásba és védekezésbe is, hogy kialakuljon a különbség. Meg a másik meg az, hogy ők is próbáltak gyorsan játszani. Azt gondolom, hogy volt egy időszak nekik is, amikor hullámvölgyben voltak, és nem volt ez annyira pozitív, tehát sok gond a játékukban hiba, mi ezt jól ki tudtunk használni. Ugye az elején, amikor bejöttek 7-6 elleni játékba, ugye behozták a két bálot, levitték a kapust, akkor ugye egy két élő fegyver mellőttek az elején belőle egy gólt vagy kettőt, azt nem tudom, utána viszont mi lőttünk 4-5, tehát igazából azért a javunkra fordult a dolog, megoldottuk ezt a védekezést is, tehát azért mondom, hogy mindenképpen építő jellegű volt a mai meccs. Reméljük, ilyen lesz a szezon, továbbra is sok sikert nektek. Nagyon szépen köszönjük, igyekszünk.